Üdvillő módon mindenkinek! Elérkeztünk a háromfázisú DEA off-grid inverter tesztjéhez. Az invertereket jelen esetben is a Bestomot Kft. Biztosította számomra. Felmerül itt egy költői kérdés egyébként, hogy mikor van nekünk szükségünk háromfázisú rendszerre. Hát én azt mondom, hogy csak akkor érdemes ilyen rendszert építeni, ha valóban vannak háromfázisú fogyasztóink. Hát ez alatt ugye úgymond falusi környezetben szóba jöhetne egy szalagfűrész, egy körfűrész, és egyébként a leghétköznapi háromfázisú fogyasztó a háztartásban a főzőlap például. De ezek a dolgok tudnak működni egyébként egy fázisról is. A szalagfűrész és a körfűrész például egy frekvenciaváltóval is megoldható, a főzőlap az pedig ilyen automatizált tud menni gyakorlatilag 230 voltról, az egy fázisról is. Tehát, hogyha olyan gépeink vannak, mint például Esterga, oszlopos fúró, barógép, és még sorolhatnám hányféle fajta gép van még, amit ugye tudunk használni például otthon is már manapság, akkor valóban szükségünk van a három fázisra. Vagy nem kell most már egyébként egy egész műhelyt üzemeltetni ahhoz, hogy három fázisra legyen szükségünk, lehet, hogy csak van simán egy autónk, ami tud három fázisról tölteni. Ebben az esetben sokkal érdemesebb három fázisról tölteni, mint sem egy fázisról, mert sokkal hatékonyabb is lesz a dolog. Másrészt gyorsabban is fog feltöltődni az autónk háztartási körülmények mellett. Na de nézzük akkor, hogy hogyan állítjuk be ezeket a dolgokat, és hogy hogyan is néz ki ez a rendszer. A használati utasításban a 24. oldalon találjuk meg a három fázisú kapcsolást. Alapvetően, ha lenne hálózatom, akkor így kellene bekötni, ahogyan a képen van. Mivel nekem nincs három fázison bekötve, én tiszta szigetüzemben fogom használni. Ettől függetlenül minden egyes inverterből kijön a nulla, ugyanarra csomópontra megyen, és megyen tovább a fogyasztó irányába, és minden egyes inverterből kijönnek szépen a fázisok is, amik mennek be a megfelelő biztosítékokba, szakaszolókba, földelést kap mind a három inverter. Természetesen adhatunk CAN vagy RS485 kommunikációt a oldalon is. Jelen esetben ezt nem fogom megtenni, mert egy ilyen 400 amperrel szeretnék előfogyasztani. Azt meg lehet, hogy nem tűrné úgy igazából, egy akuk segítségével. Szóval ez most ki fog maradni, de alapvetően minden más bekötésem úgy van, ahogy a rajzon van. Ami még itt ugye fontos, hogy ugye az egyes inverternek a egyes paralel portjából megyünk a kettes inverternek a kettes portjába, és akkor megint az egyesből megyünk a kettesbe. A harmadiknak ugye gyakorlatilag az egyes portja az üres fog maradni. Mi határozzuk meg, hogy melyik fázis, melyik inverter legyen, szóval én szépen elindulok jobbról balra, nem balról jobbra, de ez egyéni preferencia természetesen. A három darab inverter majdnem elfoglalja az egész új falamat, de alapvetően most az átláthatóság jegyében egy kicsit távolabb helyeztem őket. Itt van természetesen továbbra is az a csomópont, ami múltkori esetben is megvolt a párhuzamos kötésnél, de itt most minden egyes fázisnak külön csokija van. Természetesen hagytam ide egy 32 amperes ajzatot, hogy alapvetően tudjunk fogyasztani, és mellette megmarad továbbra is, fázisonként terhetően is. Elindítom az első inverteremet, és szépen be kell állítsuk a paralel módot immáron, hogy ő legyen az A fázis, B fázis és C fázis. Bemegyünk szépen az Advanced Functionbe, azt mondjuk neki, hogy A fázis, mester és paralel, Modbus 01-es végül, és itt nem is kell állítani semmit se innentől kezdve, mert ez teljesen jól is van. Tehát nincs is mit rajta állítani. Menjünk a kettes inverterünkhöz, tehát ő jelen esetben S02-es, tehát felmegyünk a Advanced Functionbe, és azt mondjuk, hogy B fázis, mester, Modbus 02-es. Elmentjük. A harmadik inverterem az még nem volt elindítva, de attól függetlenül ugyanúgy beállítjuk. Konkrétan ő lesz a C fázis, hát a hármas fázis, és akkor ő is mester lesz. Paralel beállítás, ja és a Modbus ne felejtsük el átállítani. Tehát menü, Advanced, egyet le, C fázison leszel, mester leszel, paralel leszel, Modbus 03-as legyél akkor. És akkor ha ezt mindet beállítottuk, akkor azt mondjuk neki, hogy Enter, Enter. És akkor most annyit csinálok, hogy elindítom mind a három invertert egyszerre, mert most már mindenki tudja, hogy melyik fázis, és hogy mester vagy szolga, hát most mindenki mester természetesen, és el kellene induljon önmagától
szépen, gyönyörűségesen, és valós három fázist kell nekünk itt adjon. Tehát eddig ugye össze voltak hidalva itt a kis csokik, most viszont meg lesz fázisonként a 230 voltunk, és ketté fázis között 400 voltot fogok tudni mérni. Na, az első indítást akkor megvárom. Meg volt a három kattanás. És megjött! Ott van! A három mérő műszer mutatja is, hogy megvan a 230 volt mindenütt. Na, de mérjünk egyet a fázisok között is, mondjuk az 1-es és a 2-es között. És ott is van egyébként, hogy 401 volt. Mérjünk egyet a 2-es és a 3-as között. Tehát ott szépen hozzáférek a dolgokhoz. Ott van, hogy 399 volt. És akkor mérjünk egyet az 1-es és a 3-as között is. 397 voltot mérek. Na tehát, valódi három fázisunk van. Egyébként itt felkerült a három darab inverter, 6 darab MPPT áll rendelkezésünkre, és ez stringenként 6 kW-ot jelent, amit rá lehet akasztani nyugodt szívvel, tehát 36 kW-nyi napelemet lehet rádobni erre a rendszerre. Nem kötelező ennyit rádobni, de lehet, érted? Tehát így megvan rá lehetőséged. Brutál mennyiségű napelemet lehet rádobni, és akár minden egyes MPPT más irányba nézhet. Egyébként nekem még nincs valós háromfázisú fogyasztóm, viszont van egy olyan fogyasztóm, amit csak háromfázisról érdemes üzemeltetni. Hát konkrétan egy sauna kályha kezdemény. Nézzük csak, ha most én felkapcsolom itt a kimenő oldalt, látható, hogy ilyen körülbelül 3x10 amper az, ami kifut. Tehát egy ilyen 2,44 kW fázisonként. Itt mondjuk pont 247-et mutat, itt 245-öt mutat. Kicsit feljebb vettem. Wow! 20 amper? Egy kicsit azért meredek. Azt nem gondoltam volna, hogy ilyen durván fogja tolni. 4,8 kW. 4,9. 4,89. És hogy mi ez a fogyasztó? Mutatom. Ő a fogyasztó. Csillagba kötött 4,5 kW-os fűtőszálak, amikről most égnek le az ilyen különböző, úgy látom, csomagolás maradványok és egyéb dolgok. Hát ezt igazából jó lett volna megtirőgetni valami rongyal, de már mindegy, már ezt elindítottam mindentől kezdve. Ezért itt egy száll fel a meleg hiddel. De most egy kicsit úgy veretjük. Na jó. Elég meleg van ahhoz, hogy ne ilyen hülyeségekkel foglalkozzak, de itt kiszaladt szépen, aminek ki kell szaladni. Nézzünk akkor egy példát, hogy milyen lenne az, amikor működik egy háromfázisú fogyasztónk, tehát most akkor én elindítom a fűtőkályhámat, és akkor innentől kezdve az ebből a csomópontból kap villany, tehát nem látjuk ampermérőn, attól függetlenül viszont itt van, hogy 2,5 kW körül fogyasztunk. Egységesen, fázisonként. És akkor én nekem még minden probléma nélkül tudok itt olyanokat csinálni, hogy elindítok egy olajradiátort a kettes fázison, elindítok egy kompresszort például, elindítok egy másik fogyasztót minden probléma nélkül, tehát még ráterheltem egy csomó mindent, és még mindig ott járunk, hogy az egyes fázison 4,1 kW, a kettesen 5 kW, a hármason 4,2 kW. De természetesen bármikor megállíthatom bármelyiket, mert ugye nem lesz probléma belőle. És hogyha van olyan háromfázisú fogyasztónk, ugye itt megvan a 2,4 kW körüli, itt ugyanúgy megmaradhat az 5 kW körüli, tehát full aszimmetrikusan lehet egyébként terhelni a rendszert. Így néz ki hőkamerán egyébként ez a dolog. Ugye a középső három fűtőszál az, ami be volt kapcsolva. Először meg ugye az összes alapvetően. Hát már egy ideje ki van kapcsolva, és még mindig nagyon meleg. Még mindig 153 fokon van. Így ennek valami hűtést is kell tanálni, mert ez így önmagában nem használható. Jelen esetben egy kis stressztesztnek vetem alá a rendszert, konkrétan az egyes fázison
fogyasztok egy ilyen 4,9 kW-ot. Hát itt elindítottam egy 20 amperes autótöltést. A kettes fázison per pillanat semmi fogyasztás nincs, viszont napelem oldal van, és az látszik is, hogy beadja a közösbe az energiát, attól függetlenül, tehát akut tölt. A hármas fázison 3,7 kW-tal indítottam el egy autótöltést, azaz 16 amperrel. Ő másfél kilowatt napelemet tud most így hirtelen hasznosítani, hát ő ennyit kapott. Majdnem 2 kilowattal táplálunk befele, és így a mérőórákból megítélve én úgy látom, hogy csak az L2-re táplálunk rá. Az összes többi nem változott egyébként, és ugye a teljesítmény sem változik, tehát igazából meg kellett volna neki változni. Itt vissza van igazolva egyébként, hogy a termelés napelem oldalon az 1,8 körül alakul, akutöltés az meg 3,7 körül alakul, tehát itt azért ami többlet van AC oldalról, az akutöltésre hasznosul, és az akutöltésből ugye pumpálunk ennek az inverternek egy kicsit, és pumpálunk annak az inverternek egy kicsit, mert ezen meg ugye kevesebb napelem van. Én ugye azt hittem, hogy szimmetrikusan fog rátáplálni, de nem táplál rá szimmetrikusan. Egyébként pislog, villog minden. Egy dolgot vettem észre, van ott az a kis mágnes kapcsoló, és ott a mágnes kapcsoló mellett nem világít a LED, csak alatta villog. Itt középen, a kettes fázisnál, itt világít egy LED, és villog, oda lent úgy szintén nem. Ez a ventilátor nem megy, ez a ventilátor megy, a felső ventilátor nem megy. Tehát csak a kettes fázis az, ami dolgozik per pillanat. Majdnem fél hatot írunk, már csak 2 kW a bejövő a egyes fázison. Fogyasztásügyileg ugye 3 kW, összesen megy ki 4,8 még mindig. Egyébként a mai napon 17,3 kWh, ami kiment. Ebből termet 15,1 kWh, tehát majdnem fedezte saját magát. Kettes fázisú inverterünkön gyakorlatilag a termés az 8,8 kWh lett. Kimenő oldalon itt nem volt sok egyébként, mert itt alapvetően csak 1,1 kWh. Még mindig kettővel tölt egyébként, itt a jelen pillanatban, amit ő bead, azt a többiek használják fel. A hármas számú inverterünk az meg 3,8 kW-tal pumpálja még mindig ki fel a villanyt. Itt se termett túl sok, 3,7 kWh mindösszesen, és 13,2 kWh az, ami kiment. Hát ami lényeget ki akarok ebből hozni, össze-vissza fogyasztottam direkt, össze-vissza napelem mennyiségekkel, és hibátlanul teszi a dolgát. Nem zavarodik össze, nem foglalkozik vele. Teljesen hibátlan. Jelen esetben csak a középső inverter van terhelve, egy szem autótöltés van folyamatban, és folyamatosan kapok itt ilyen hibakódokat. 108-as hibakód. Islanding is detected, indicating disturbance in the public mains, or an inverter fault. Tehát magyarán mondva, ő érzékeli azt, hogy ez egy szigetüzem, és azért nem működik rendesen, és akkor kapcsolgat, van mikor csak a kettes fázisra táplál, van mikor a kegyesre is, de hát ez az inverter, ez ilyen. Attól független, a dejék nagyon szépen működnek. Egy néző mostanában írt nekem egy levelet, hogy ők pályáztak az ingyen napelemes rendszerre, ami végül nagy nehezen megvalósult, úgyhogy már még nekik kellett egy kicsit fizetni, csak legyen már valami. A rendszer tavasszal egyébként be is üzemelték, és ők neki is indultak, hogy süt a nap, akkor lehet fogyasztani, mert a termelt villanyt úgyse lehet betáplálni, mivel egy viszvatvédett rendszerről beszélünk, helybe kell megenni gyakorlatilag azt, amit termelnek. Hát örültek neki, azzal fűtöttek konkrétan, aztán így jött a meglepetés, hogy igazából nem nagyon termeltek semmit. Ugyanis nem voltak azzal tisztában, hogy mit jelent az, hogy szimmetrikus inverter, meg aszimmetrikus inverter. Tehát ha most nézzük ezt a rendszert, ami most itt van a falon, jelen állás szerint ezt egy inverternek lehet tekinteni, mivel össze van közösítve, ezek csak együtt hajlandóak működni. És ez most egy aszimmetrikus inverter. Ami azt jelenti, hogy ezen fogyasztok 5 kW-tal, ezen 50 W-tal, ezen meg 4,5 kW-tal. Annyit dolgozik minden egyes inverter, amire szükség van. Szimmetrikus inverter esetén ez nem így működik, főleg egy betápláló rendszer esetén, ami nem tud betáplálni, mivel hogy hát megtiltották neki, hogy betápláljon. Ott úgy működik, hogy ezen fogyasztol 4-jel, ezen 50-nel,
ezen meg 3-mal, most jelen esetben ezek a fázisok voltak, akkor megnéz az inverter, hogy melyik fázison fogyik a legkevesebb. Ha ezen csak 50 watt fogyik, akkor 50-et fog dolgozni minden egyes fázisra, és ugye ez lesz a trükk, idézőjelben én ezt javasoltam nekik, hogy ha majd oda kerül a sor, megint ősszel, hogy fűteni kell, de már hűtés irányba is, fázisonként úgy üzemeltessék a fogyasztókat, hogy mindig ugyanannyi watt jusson minden egyes fázisra, hogy tudjon dolgozni az inverter, mert különben nem fog megtérülni soha az életbe a rendszerük. Tehát ugye a szimmetrikus invertérnek ez a nagy hátránya. Betáplálásnál ez a probléma nem állt fent, mert betáplálásnál ugye betoltál hálózatba, azt úgy jól el volt. Én már több mint két hete használom ezt a rendszert egyébként, amit itt TESZ jelleggel összeépítettem. Hát sajnos, hogy akuoldalról én nem olyan jól méreteztem egyébként, mint amilyen jól lehetne ezt méretezni, de nagyon tetszik benne, hogy az összes napelemet rá tudtam irányítani, és alapvetően így nyári körülmények között még kevés akuval is nagyon-nagyon jól boldogult a rendszer, annak ellenére, hogy volt, mikor kijárattunk két invertert is majdnem csúcsra, egy pedig len csak a töltéssel foglalkozott, de az is meredek volt egyébként, amikor a harmadik szabadon lévő inverterrel kompresszoroztam, a másik kettő meg autótöltés folyt például. Hát azért így van jelentőség ennek a dolognak, aki ki tudja ezt használni. A leírásban elhelyezett linkre, hogyha valaki ellátogat, akkor ott megtalál több információt is az inverterekről, ugyanott egyébként ott lesznek az elérhetőségek is, és segít mindenben a Bestomot Kft. Ugyanakkor én nagyon szépen köszönöm a Bestomot Kft-nek, hogy elküldte hozzám ezt a 3 darab invertert, és hogy megengedte, hogy minden irányból összekötögessem őket, és hogy tényleg rendesen kipróbáljam, nem pedig len csak 1-2 napig így egy kicsit nézegessem, aztán alkossak véleményt. Szerintem elférne nekem itt a falon ez a 3 darab úgy hosszú ideig is, de természetesen a falat le kellett szűríteni, ugyanis jönnek az új példányok, én még akarok még több invertert is majd megnézegetni, többféle rendszer, többféle dolgokat elemezgetni. Ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, nem sokára jövök majd a következő dolgokkal is. A következő videóig is, na csá!